Május 31-én csütörtökön soron következő ülését tartotta a Püspökladány város önkormányzatának képviselőtestülete. A képviselők 23 napi rendet tárgyaltak csaknem 7 órán keresztül. Fontos kérdéseket kellett megvitatni és döntést hozni, ezért igen heves viták tarkították az ülést. 23 napi rendi pont szerepelt a képviselőtestület meghívóján, ezeket a előterjesztéseket tárgyalta meg a testület. A első napi rend a szokásos polgármesteri jelentés, itt az elmúlt időszakban történt eseményekről kapott a képviselőtestület tájékoztatást. Ezt követően a képviselőtestület elfogadta hosszas vita után a Farmaház Püspökladány Kft. Ez a rendelőintézetben található gyógyszertár 2011 évi méretbeszámolóját, illetve a 2012 évi üzleti tervét. Főnapi rendi pontok között szerepelt még a több célú nevelési oktatási intézménynek a beszámolója. A képviselőtestület megismerte az intézményi beszámolót, és megállapította, hogy a tagintézmények szakmai önállósága mellett magas színvonalú hatékony nevelési oktatási tevékenység folyik az intézményekben. A tanerő a 100%-ban képzett, szakképzett. Az elmúlt időszakban az intézménynek nagyon sok olyan fejlesztést, beszerzést sikerült megvalósítani, ami mind hatékonyabbá teheti a nevelés-oktatási tevékenységet, és nyilván ehhez kapcsolódik az intézmény alapvető működési körét. A képviselőtestület 2011 májusában kapott legutóbb tájékoztatást a város belvízzel vezető helyzetéről. Most ismét egy ilyen előterjesztés került egy tájékoztató a képviselők elé, ahol megismerték az elmúlt egy évben történt munkátokat, hogy milyen munkákat sikerült elvégezni a belvízzel vezető rendszer karbantartása, felújítása kapcsán, illetve hát ebben a tájékoztatóban ismertetésre kerültek azok a önkormányzat előtt álló feladatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy esetleges nagy mennyiségű csapadék lehullása esetén a víz minél hamarabb elhagyja a városnak a területét. A következő napirend a helyi személyszállításról szólt. 2011. novemberétől a helyi menetrend szerinti személyszállítást egyéni vállalkozó végzi a városban. A vele kötött szerződés alapján minden év május 31-ig be kell számolnia a megelőző év tevékenységéről. A képviselőtestület ezt a tájékoztatót ismerte most meg. Nyilván ez most 2011. novembertől decemberig terjedő időszakra szóló tájékoztató volt, és hát majd a vonatkozó megállapodás alapján a képviselőtestület a következő évben kaphat teljes körű képet egy egész éves tevékenységről. Módosult a több célú nevelési intézménynek a pedagógiai programja, helyi tanterve, a intézmény szeptembertől sportiskola és sportosztálycsoport indítását tervezi, illetve fejlesztő nevelési oktatási tevékenység feladatkör bővítést szándékozik bevezetni. Ehhez kell a képviselőtestület jóváhagyása, illetve ehhez szükséges volt az intézmény alapítókiratának a módosítása is, és ezeknek az átvezetése ezen döntések alapján megtörtént. A Karacs Ferenc gimnázium szintén tervezi a sportiskola, sportosztály, sportcsoport indítását. Ehhez a képviselőtestület szintén meghozta azt a döntését, hogy a pedagógiai program helyi tanterv módosítása megtörténjen, illetve ehhez szintén párosult egy alapítókirat módosítás. A testület két támopos pályázatot is jóvá hagyott. Az egyik az óvodát érintette, a másik a középiskolát. Ez mind az intézményekben folyó oktatás-nevelés hatékonyságának a növeléséhez, a szervezetfejlesztés, szakmai fejlesztések, eszközbeszerzések támogatására irányult. Ezen pályázatok benyújtásához, amit az intézmények készítenek el, ehhez szükséges volt a képviselőtestületnek a jóváhagyó döntése. A képviselőtestület jóváhagyta a Holding Kft. 41 millió forintos folyószámla hitelkeretének a meghosszabbítását. Ez a hitelkeret szerződés május 31-én lejárt, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy 2012. december 21-ig ezen folyószámla hitelkeret meghosszabbítható. Ugyancsak döntött folyószámla hitelkeret és munkabér hitelkeret meghosszabbításáról, ez az önkormányzat vonatkozásában történt. Az önkormányzat 87 millió forint munkabér és 219 millió forint folyószámla hitelkeret meghosszabbítását hagyta jóvá a testület. Ezek szintén május 31-én jártak le, és szintén december 21-ig hagyta ezeket jóvá a testület. Ennek az az alapvető oka, hogy a hatályos törvényi rendelkezések alapján az önkormányzatok 2013. januárjától hitellel nem rendelkezhetnek, ezért volt a december 20-ai határidőnek a jóváhagyása.
A képviselőtestület személyi ügyben is döntött, megtörtént az óvodavezetői pályázat elbírálása. Egy pályázat érkezett az önkormányzathoz, a jelenlegi intézmény vezető Pap Lászlóni újabb 5 évre pályázott. A képviselőtestület úgy döntött, hogy 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig továbbra is Pap Lászlónéra bízza az intézmény vezetését, s szakmai munkáját értékelve választották újra. Ezt követően a bölcsödével kapcsolatos döntés született meg. Itt a névválasztást kellett jóváhagyni, hogy ez a szakmai programban szerepelhessen. Ez a Margaréta elnevezés volt, és emellett a bölcsödei gyermekeknek a nevelésével kapcsolatos olyan tevékenységi körök beépítése ebbe a programba, a szakmai programba, amit a képviselőtestület szintén jóváhagyott. A költségvetési rendelet módosítását is jóváhagyta a képviselőtestület. Itt a elmúlt időszakban a rendelet elfogadását követően a pénzmaradványnak a beépítése, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, a központi átvett támogatásoknak a beépítése, a működési, illetve a fejlesztési kérdéseknek a rendezése történt meg. A képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását ebben az évben első alkalommal jóvá hagyta. Ezt követően a kötvény kamat dolgában kapott egy tájékoztatást a képviselőtestület. A UniCredit Bank ZRT megkereste az önkormányzatot, hogy a kötvény kamatának a módosítását kezdeményezte egy 10 éves időszakra vonatkozóan. A szakértői elemzések azt támasztották alá, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet, a pénzügyi világban történő mozgások nem indokolják a változást, mert ez az önkormányzat számára most jelenleg hátrányos lenne. A képviselőtestület ezt a tájékoztatót megismerte és tudomásul vette. Helyi rendeletek módosítására került sor a napirendi pontok végén. A képviselőtestület egy korábbi interpelláció alapján megkapta azt az előterjesztést, amely a szervezeti és a működési szabályzat módosítására vonatkozott. A kezdeményezésnek az volt a lényege, hogy a képviselőtestület hatékonyabban tudjon működni, ne legyenek fölösleges viták, párbeszédek, az érdemi munkára irányuljon a koncentráció, ezért készült egy rendelettervezet. Végül is a testület olyan döntést hozott, hogy a eddigi 3, illetve 5 perces kérdéskör helyett egy 2 plusz 1 perces kérdéskört hagyott jóvá, az eddigi 5 perc plusz 3 perc vélemény helyett egy 3 plusz 2 perc kétkörös vélemény hozzászólási lehetőséget hagyott jóvá. Lehetőség nyílik arra, hogy bármelyik képviselő kezdeményezésére a egy adott napirendi pont tárgyalására maximum 1 órát lehessen fordítani, illetve aki a határidőket túlépi, attól a szót a polgármesternek kötelessége megvonni. Ha valaki egy testületülésen kétszer kerül a helyzetben, hogy határidő túlépés miatt a szót meg kellett tőle vonni, akkor a tiszteletdíj 5%-kal csökkenni fog a képviselő részére. Végül is a képviselőtestület ezekkel a főbb szabályokkal életbe léptette a SMS-t, a következő ülésen már ezek a szabályok lesznek az irányadók. Az állatok tartásáról szóló helyi rendelet is módosult, illetve egy új rendeletet fogadtak el a képviselők, mivel egy 1998-ban megalkotott rendeletet helyezett hatályon kívül a képviselőtestület. Az elmúlt időszakban olyan törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti változások történtek, amelyek mind teljesebb körben lefedik az állattartással kapcsolatos szabályokat. Lényegében az önkormányzatoknak a helyi szabályozási lehetősége kiüresedett, ezért a korábbi rendelet hatályon kívül került, és egy új rendelet került elfogadásra, amely lényegében két szabályozási elemet tartalmaz. Egyik az, hogy a rendezési terv szerinti városi belterületben csak keftelésből tartott állatokat lehet tartani, például ebb macska, illetve meghatározta a képviselőtestület, hogy a lakóingatlanoktól milyen védőtávolságra lehet elhelyezni az állattartó épületeket. A képviselőtestület ezt követően egy sor önkormányzati rendeletet módosított. Ennek az volt az oka, hogy az elmúlt időszakban történt jogszabályi változások képviselőtestületi döntések alapján ezen rendeletekben a szükséges
pontosítások, változások, átvezetésre kerültek, tehát inkább jogtechnikai kérdésekről van szó, semmint érdemi döntésekről. Mondok egy példát, eddig a pénzügyi bizottság szerepelt a rendeletben, most már a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnevezés van hatályban. Az ülés végén az önkormányzat képviselőtestülete megalkotta a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet. Ennek előzménye, hogy a 2012. évi a szabálysértésekről szóló törvény alapján az önkormányzatoknak a helyi rendeletben szabálysértési tényállást nem lehet megállapítani. Ezeket a szabálysértési tényállásokat május 31-ig hatályon kívül kellett helyezni, de azért, hogy a helyi közösségi normákhoz nem megfelelően viszonyuló cselekmények ne valósulhassanak meg, a magyar önkormányzatokról szóló törvény kimondta, hogy a képviselőtestületek úgynevezett tiltott közösségellenes magatartási normákat fogalmazhatnak meg, és ezekről helyi rendeletet lehet alkotni. A képviselőtestület most olyan döntést hozott, hogy a korábban a helyi szabálysértésnek minősülő magatartási normákat megszüntette, ezeket átnevezte tiltott közösségellenes magatartási normáknak. Aki ilyen cselekményt követ el, az akár helyszíni bírságot is kaphat, amelynek a felső határa 50 000 forint, illetve közigazgatási bírságot lehet kikötni, amelynek a felső határa 150 000 forint. Ezek voltak tehát a május 31-i önkormányzati ülés főbb döntései.